Tomi mesék. Tomi az autóversenyző. Tomi épp a tekerős autójával ment az utcán, amikor találkozott Petivel. Hé, Tomi, menő a járgányod. Köszi, van rugós antennám is. Az király! Tudtad, hogy gokártpályán nyílik a város szélén? Ne! De! És képzeld, pont tesztpilótákat keresnek. És jelentkezünk? Engem már felvettek, de nyugi, segítek. Jaj, köszi! Peti aranyosan elmondta a tudnivalókat. A gokárton jobb oldalon van a gáz, balra a fék. És a váltó? Az nincs. És szervó sincs, így a kormányt izomból kell tekerni. Azt a de gyigyi! És a bukó meg a biztonsági jövő legfontosabb. Anélkül tilos elindulni. Oké, a szem menni fog. Tomi elment a castingra, beült a gokártba, de akárhogy nyújtózkodott, sehogy se érte el a pedált. Kevés vagy, mint talicskába fékolaj. Álljál le, Bandi! Ja, bocs, főnök. Sajnálom, öcsi, így nem vezethetsz. Még 2 centi hiányzik. Tomi nagyon elszomorodott. Hazakullogott, és már majdnem sírt. Mi a baj, Tomikám? Á, semmi. Ha gondolod... Nem. Oké, akkor kivinnéd a szemetet? Ahogy vitte ki a szemetet, felcsillant egy remény. Egy ócska magas talpú csizma formájában. Tomi felkapta, aztán a tárolóból előkeresett egy pár régi ruhát, szilveszteri cuccot, és már indult is vissza a pályára. Szia, Lili! Jó napot! Hello! Én lenni Mihály Szenen junior und jöttem von Berlin kikapcsolódás Balaton. Hallani kell teszt pilótázni? Igen, parancsoljon, nekünk ilyen kokártyaink vannak. Lol, szép gép, akkor kipróbálni. Rendben, hát én is tudom, hogy jobban elférjen. Menjen csak amennyit akar, uram. Oké. Tomi elindult, és bár a csizmában elérte a gázpedált, a kormány tiszta erőből kellett tartania, hogy bevegye a kanyart. Furán vezet ez a... Mit is mondtál? Mi a neve? Hát valami Ayrton Schumacher vagy ne. Vér profi. Csak belegítő gumikat. Aztán körről körre gyorsult, és már egész jól ment a hajtókanyar és a célegyenes is. Egész ügyes. Miért az időt? Ma körrekordunk lesz. Egyszer csak lecsúszott a csizma Tomi lábáról, és hiába nyomta volna, a fék nem fogott. Úristen! Ez nem volt valami profi. Tomi épségben szállt ki a kocsiból, de ahogy levette a bukót, jött a paróka is. Hé, hát te vagy az öcsi. Még jó, hogy nem történt tragédia. Megfejeltem itt vasorúbában mágnesasztalt. Álljál le, Bandi! Inkább tedd rendbe a pályát! Tominak óriás horzsolás lett a kezén, és a gokártos lány ellátta a sebet. Bocsi, nem tudtam, hogy ennyire veszélyes. Ha ennyire szeretnél vezetni, még van időd ám. Tényleg? 6 hónap a tesztidőszak. Szeretsz sportolni? Igen. És a zöldségekkel hogy állsz? Hát... Ha sokat sportolsz és sok zöldséget eszel, 1-2 hónap alatt meg lesz az a 2 centi, ami hiányzik. Köszi a tippet! Szívi! Tomi minden erejét összeszedte, és a reggeli kakaós csiga mellé benyomott egy almát meg egy répát. Minden nap bringázott és futott, esténként pedig versenyzős játékokon tanulta a kanyarokat. Nyár közepére, ha kihúzta magát, már pont akkora volt, mint Peti. Elment a pályára. Nem, nincs pilóta felvétel. Nem már, de tegnap lemondta a pista. Jó van, de megint felkenem és felsuraltatom veled a pályát, és fogok a fével. Hogy mondod? Vagyis jár szerencsével. Oké. Tomi beült, és már kényelmesen elérte a pedálokat. Nézd, még jobb, mint múltkor. Csak 1/10 lassabb a pályacsúcsnál. Na, most lesz kenőmbályás. Tomi a középső kanyarban sem rontott, és végül a célegyenesben teljes gázzal rongyolt egész a cél. Hurrá! Új rekord! Na jó, te vagy az új tesztpilóta. Minden nap annyit mész, amennyit csak akarsz. Oh yeah! Hé, gratulálok, Pajti! Köszi! Azon a nyáron Tomi minden nap ment gokártozni, és 3-szor döntötte meg a 18 éven aluliak körrekordját. Béla! Lőzer! Pancser! Iratkozz fel!